Váló. Blatnicki az üzenet küldője, és ilyen gyönyörű szép kérdés jött, hogy az üzenet oka. Ha letöltötted, akkor telepítheted a szoftverközpontban, egyszerű a játék telepítése Ubuntu-ra. Ha nem megy, írd meg, segítek. Erre jött a válasz, valószínűleg akkor nem megy a dolog. Az a gond, hogy egyáltalán nem ismerem az Ubuntu-t, édesapám használja, és neki szeretnék játékot rakni a gépére, szóval tudnék-e segíteni, hogy a Windows-os lemezképet kell letölteni, vagy vást, stb. Köszönöm előre is. Szóval, szia! Blatniki! Én a farkas vagyok, és amit látod... Na várjál, megpróbálom megmutatni. Miért nem bénázok annyit. Ez egy asztali háttér. Ugyanolyan, mint ami apukádnak van. Ez egy Ubuntu. Az Ubuntu-nak a bal oldalt sorban végig ilyen ikonok vannak. Ezt hívják dash, menüsornak. A legfelső ikon, ez a karika alakú, sajnos nem tudom mennyire lehet látni, ez maga a dash. De alatta kicsivel, nem tudom, lehet, hogy apád elállította valami más magasságba, van egy olyan, hogy Ubuntu Software Központ. Ezt nem tudom mennyire lehet látni, szóval egy ilyen ómos doboz, vagy mi a picsa. Hát olyan, mint egy főrobbant mosóporos doboz. Ez maga a szoftverközpont. Ezt így megnyomod, addig villog, amíg be nem tölt. Hát valószínűleg a te rendszered nem ilyen lesz, az most mindegy. Szóval hello, majd mindjárt mutatom, hogyan tovább. Elhoztad az Ubuntu szoftverközpontot, megnyitottad, és a felső menüsorban már jönnek a reklámok, hogy milyen új programok jelentek meg a Linuxra és a szoftverközpontból, mi az, ami elérhető. Neked a baloldali sor kell, mert itt van egy olyan, hogy játékok. Ha-ha-ha. Neked ugye ez kell, mert apádat ezzel akarod meglepni. A felső sorban a kategóriák vannak, mint fejtörők, kártyajáték, sport, szerepjáték, szimuláció, táblajáték, ügyesség, és úristen, hát még vagy 750 játék. Hát mit tudom én? Válaszunk egy játékot, ügyességi, Open Arena, az már mondjuk fel van telepítve, tehát itt már az eltávolítás gomb jelenik meg. Hát válaszunk mást, mit tudom én, nem tudom, Nexu. Azt sem tudom, melyik micsoda. Természetesen, amikor elnyomsz a tulajdonságokra, akkor egy magyar nyelvű rövid leírás után egy angol nyelvű valamivel teljesebb leírás látható, és a telepítés gomb. A telepítés gombot megnyomva, hát itt egy elég cink rész következik, amire apádat is meg kell kérni, ez a rendszergazda jelszó. Minden egyes telepítésnél, amikor telepítesz bármit, közben beírom a jelszavamat, szóval mindig, amikor telepítesz valamit, ahhoz kell egy rendszergazda jelszó. Ezt a rendszergazda jelszót el kéne kérni apádtól, most leütöttem az Entert, és a telepítés ugye folyik. A telepítés a sávszélességettől függ, tehát amilyen interneted van, hát olyan gyorsan jön le az adat, hát kicsit várunk. Amíg ezzel várunk, addig megmutatom, hogy van itt egy másik játék, bocsánat, kérdete, nem ezt akartam mutatni, van egy olyan, hogy Open Arena. Megnyomjuk a további információk gombot, előkerül az Open Arena gyorsiramú 3D-s lövöldözős játék, hasonló a ID Software K3 Arena játékához. Ezt úgy hívják, hogy Kamu. Az Open Arena egy Quake 3 engine-nel, motorral futó játék. De mivel a Quake 3 Arena ingyenes, tehát bárki, aki a Quake 3 Arena-val játszik, felhasználhatja a motorját a saját játéka elkészítéséhez, open source-szerű lett a Quake 3 Arena. Pontosan nem tudom, hogy hívják, a lényeg az, hogy ezt egyszerűen játszod, az kész. Ingyen van. Ezt a játékot az Open Arena-t feltelepítettem, és a többi az méltón, ugye kikerült az ikonja ide a dash menüsorba. Tehát itt lehet látni a bal oldalt van olyan, hogy Open Arena ikon, itt a nagyító alatt. És ezt megnyomjuk, akkor elő is kerül a játék, tehát el is indul. Majd mindjárt, igen. És hát látjuk a játéknak a indító menüjét. Persze, amikor három monitorral játszol, akkor a két szélső monitor nem játszik, csak akkor, amikor már indított. Ez maga a Quake 3 arénának a főmenüje, csak át van moddolva, hogy Open arénának lehessen hívni. Single player, ez most persze csak egy játékbemutató addig, amíg a másik játék letöltése tart. Kicsit visszamegyünk az elejére,
tudom én, akár melyik pálya, most szerintem teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy ez már háromképernyős módban történik. Tehát maga a játék, annak mindegy, hogy hány képernyőn játszol, a játék akkor is menni fog, persze így nem fogok tudni játszani, közben videózok. Előkerítek egy demót, mert én úgy tudom, hogy én vettem fel demót még kicsit régebben. Már nem tudom, melyik a hosszabb, mindegy. Szóval a játékok Linuxon nagyjából ugyanúgy futnak, mint a Windows operációs rendszeren. Annyi a különbséggel, hogy ez Windows és nem... Ugye, hogy mondjam, finoman, szóval a többiek azt mondták, hogy a játék az Windowsra való. Ez egy nagyon rövid demo ennek, sajnos nem tudom, miért ilyen rövid. Már nyomjuk a másikat. Valószínűleg ez hosszabb. Szóval az emberek úgy gondolják, hogy a játék mint olyan, az csak Windowsra való. Tehát ezt ne hidd el. Hogyha apádat meg akarod lepni egy olyan játékkal, ami ingyenes, nem kell szenvedni vele, nem az a legfontosabb, hogy gyönyörű szépen nézzen ki, hanem jó legyen maga a játékélmény, hát javaslom a Linuxot, ugye ezt az Ubuntut, amit valószínűleg te is használsz. Többféle játék van, ami támogatja a három monitoros megoldásokat. Nem vagyok benne biztos, hogy nektek három van. Lehet, hogy nektek csak egy van, ez most mindegy. Én a játék képességeit próbálom megmutatni, hogy nem Windows függő az, hogy valaki játszik-e vagy nem. Közben az Ubuntu Software Központban megnyitjuk a... Hogy hívják? NexWiz. Hát még jön lefelé. Én azt hittem, hogy ez így hamarabb fog menni, de nem így van. Tényleg nem tudom, hogy miért nem tölt gyorsabban. Valószínűleg maga a játék az nagy. Nem tudom, mennyi települ. Ja, itt van alul. Itt van a NexWiz. 360 megabyte kerül letöltésre, és 1 giga körül van telepítés. Tehát én most 360 megás játékra mondtam azt, hogy oké. Okay. Azzal a vacak internet sávszélességgel, ami nekem van. Ez egy igen rossz ötlet volt, belátom. Válaszunk kisebbet? Nem tudom. A játék telepítése amúgy ennyi. Mutatom még egyszer. Bal oldalt előveszed a szoftverközpontot, valószínűleg a bal oldalt lesz, mert apád nem fogja szarrá moddolni a Linuxot, előveszed ezt a szoftverközpontot, itt vannak középen a játékok, benyomod a játékokat, kategóriát választasz, hát csak jobban ismered apádat, hogy melyik kategóriát szereti, a kártyát, a fejtörőket, szerepjáték, sakk, szimuláció, mit tudom én, tehát akármelyiket kiválaszt, ezt a játékot azért javaslom. Ez a játék az OpenTTD nevezetű játék, a Transport Icon Deluxe egyik klónja. Értelemszerűen a játéknak egy régi változata érhető el innen, az 1.2-es változat, ez hiba. Ugyanis a weblapon már az új verzió van, ugyanis, hogyha a régi verziót telepített föl, interneten nem tudsz vele játszani. Ezért beírtam ide egy kommentet, hogy egyfolytában tökéletesítve csak weblapról telepíts mindenkinek kötelező magyar nyelvű, magyar felirattal, magyar városokkal, magyar mindennel, a weblapon mindig előre a legújabb változat, ami egyre kevesebb hibát tartalmaz, lassabb gépeken is tökéletesen működik, egy K7 IETS-el 5 monitorral meg fent és lent omenális. Nagyjából megmutatom, miről van szó, mert itt is van olyan egy telepítés, eltávolítás, de ne innen telepítsd. Ha telepíteni akarod a játékot, egy pillanat, türelem, csak bénázok egy kört. Előszeded a böngésződet és beírod, hogy openttd.org. Mondjuk így. Tehát openttd.org, és akkor bejön egy ilyen weblap, és itt van egyből egy letöltés, download. Amikor rányomsz a letöltésre, akkor is, mivel Linuxos rendszert használsz, előjönnek a Linuxos részek. Tehát az van, hogy a stabil változat letöltése 1.2.3 Linuxra. Tudnod kell, hogy milyen operációs rendszer van a gépen. Nincs mellé duma, tudnod kell pontosan. Ha Ubuntut használsz, akkor itt az alsó kellhet neked valószínűleg. Hogyha Onericot, akkor ez...
az is Ubuntu persze, csak vannak ilyen idióta nevek, hogy Precis Pangolin, Onericon, mit tudom én ezeket, már nem tudom. Tehát pontosan tudnod ki, hogy melyik a te rendszered. Tudod kell, hogy Linux, Ubuntu 12.04, akkor letöltöd ezt. Hogyha Debianod van, akkor letöltöd ezt. Ha 64 bites, akkor azt, 32, stb. Csalhatsz. Lenyomod, hogy Linux, utána csak Ubuntu, és akkor leszűri ezek mind az Ubuntusok. Vagy másik Lucidra, Lucid Linksre. Ezt már megoldod szerintem. És akkor így letöltöd a teljes változatot. Kell hozzá OpenGFX, OpenSFX és OpenMSX dolog. Ezekért nem kell aggódnod, ezt bezárom már, attól nem kell. Ezek miatt nem kell aggódnod, mert a játék automatikusan letölti, és ha nem, akkor is kapsz segítséget a futtatásához. Megmutatom, hogyan néz ki a játék, jó? Elindítom a játékot, kicsit lassan tölt, ezért elnézést kérek. Itt van, ez az OpenTTT nevű játék, hát itt is ugye látjuk a három monitoros hatást, ez nem ez a lényeg. A teljesen magyar nyelvű menü meg ilyenek. Amit mondani akartam, hogy kész van az Ubuntu Software Központnak a telepítése, úgyhogy be lehet zárni én szerintem, mert megjelent ennek a játéknak az ikonja, amit éppen most telepítettünk. Te én nem tudom, hogy ez milyen játék, itt fogom most veled együtt kipróbálni. Nexuiz. Sose játszottam még vele eddig. Ó, ablakba fut. Közben van valami idióta zenéje is. Hát nem mondanám, hogy tudom, mi történik, haver. Zene off. Így valamivel könnyebb, hogy őszinte legyek. Kicsit lehalkítom ezt a vackót. Te nem tudom, hogy mit látok. Tehát single player, level 1 basic tutorial. Options-be be kellett volna állítanom szerintem a felbontást, de most nem akarok ezzel szenvedni, nem tudom, mi történik. Inkább beállítjuk a felbontást, legalábbis megkísérlem. Itt van a felbontás, mint olyan, és úgy látszik, ismeri a három monitoros felállást, tehát nem okoz neki valószínűleg gondot a... Hogy mondjam? Textúra tömörítés, teljes képernyő, OpenGL 2, hű, ez ilyeneket tud? Hülyasatom, mik ezek? Vertex puffer? Mi a... Haver, ne haragudj, nem tudom, mik ezek. Na. Ez kezd elég kultúráltan kinézni. Ó, milyen betöltő képen van. Ha-ha-ha-ha. Nem is láttam. Na, haver. Ez ám a fő menü. Na jó. Effektek, hangok. Te kurvára nem tudom, hogy mi folyik itt. Ott van a bezárás gomb, igen. Single player, basic tutorial, start. És ugye itt vagyunk benne egy ilyen szobába. Hát nem tudom, hol vagyok. Így megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy merre kéne menni, ütni, menni, lőni. Hát ennyi a játék telepítése, tehát innen már csak Innen már csak játszani kéne, csak nem tudom, hogyan. Tehát benn vagyok a pályán. Itt valami maki van itt kín, akit lehetne valószínűleg így ütni, menni, lőni, nem tudom. Nem tudom. Tehát fogalmam sincs, hogy mi történik. Figyelj, most nem fogok itt nekiállni bénázni, mert közben kamerázok, szóval ennyi egy játék föltelepítése. Közben kinyílt az ajtó, nem tudom miért. Azért nem semmi a hatás, azt most nem tudom mennyire látni, hogy ilyen nagy csarnokban vagyok. Mindegy, nem ezt akartam mondani, szóval ennyi egy játék telepítése Ubuntura. Nincsen CD kép, nincsen kiírás, nincsen krekkelés, nincsen CD kulcs, nincsen patchelés, semmi nincsen, egyszerűen telepítesz és fut. Figyelned kell arra, hogy az apától elkérd a rendszerjelszót, mert hát a rendszerjelszó azért nem volna egy hátrány, hogyha tudnád, különben nem tudsz telepíteni. Remélem segítettem, minden jót, hello!